Győr Moson-Sopron megyében a két nappal ezelőtt kitűzött magasságot azt minden szakaszon elértük. Tehát nincs olyan pontja a Győr Moson-Sopron megyének a védekezés szempontjából, ahol a gát ne lenne már olyan magas, mint amit meghatároztunk. Ez főszabályként olyan 30-40 centivel a várható vízszint fölötti magasságot jelent. Dacára annak mondom ezt, hogy még a pontos belépő vízmagasságot nem tudjuk, de egyre pontosabbak a becsléseink, hogy közeledik a határhoz a vízoszlopnak a teteje. Tehát Győr Moson-Sopron megyében a gát hiányából, vagy a gát magasság okán baj nem lehet. Ami ott baj lehet, az amit tegnap is láttunk, hogy azt nem tudjuk, hogy a víznyomás, mondjuk ekkora víznyomás még nem volt a mederben, hogy a nyomást, amit itt állékonyságnak hívnak a szakemberek, azt hogy bírja a fal. Ugye, őrszolgálatokat szerveztek, meg vagyunk most. Itt Komárom-Esztergom megyében pedig úgy állunk, hogy én egy nappal vagyok a víz előtt általában, addigra kész kell lenni, itt 90% fölött vagyunk. A kórház kitelepítési terve az rendben van, az államtitkár most ott van. Megvannak a döntések, hogy ha onnan el kell vinni a betegeket, akkor melyik kórházakba vigyük őket. Ugye ők a legfontosabbak, mert ők maga tehetetlenek, tehát róluk gondoskodni kell. De úgy látom, hogy az is rendben van. És hogyha Pilismarótnál este éjszaka befejezzük az építkezést, amire jó esély van, akkor Pilismarótnál is megvan a szükséges magasság. Itt, ahol most ülünk, itt körülbelül 40 centivel kell magasabbnak lennie a gátnak, mint a várható legmagasabb vízszint, meg is van. És akkor utána Pest megye következik, de arról majd holnap. Tehát ma Komárom-Esztergom megyét be kell fejeznünk estére, hogy azt tudjuk mondani, amit tudtunk mondani tegnap este Győr Moson-Sopronban. Szükséges magasság mindenhol meg van építve.